Vági Bence a Reszirkel alapítója. A társulat a Myland című előadásukért került a Kult 50-be. Számomra a színház az mindig az, amikor feltevődik az a kérdés, hogy képes-e az ember a közönség lélekben összekapcsolódni azzal, amit a színpadon lát. És ugye az artista, vagyis a cirkuszművészetben ez nagyon nehéz, hiszen ugye egy karaktert, egy helyzetet eljátszani, miközben az ember mondjuk 10 méter magasan van a levegőben, nem könnyű. És nagyon sok olyan plusz eszközre van szükség, mint a zene, a látvány, mind segít a történetmesélésben. Mégis, amikor az artistákkal dolgozunk, akkor mi nagyon komoly karakterizációkon megyünk keresztül. Lelkileg nagyon megfontoltan vezetem az artistákat. Mindig azt szoktam tanítani és mondani, hogy egy jó előadó művész olyan, mint egy virág. Meg kell locsolni, a megfelelő fény felé kell fordítani, és akkor kinyílik. Azt gondolom, hogy nagyon sok rendező dolgozik ma, még sajnos úgy, hogy nagyon sok agressziót, agresszivitást visz a munkájába, személyes frusztrációt, és biztos, hogy ezeknek is van létjogosultsága, és lehet beszélni olyan dolgokról is, amik nyilván nyomasztanak valakit. Én nem ez az ember vagyok, én szeretek olyan dolgokról beszélni, amik a lelket gyógyítják, a lelket emelik. Úgy gondolom, hogy a művészet ez a természet hiányát pótolja az emberek életében. Azt az időt, amit nem vagyunk képesek összekapcsolódni a természettel, a nagyvárosokban valamilyen formában pótoljuk, és a művészet talán az egyedüli olyan forma, ami képes visszatölteni bennünket. Csepei Adrien újságíró, a popkultúra népszerűsítéséért került az 50 közé. Nagyon sokat kérdezik azt, hogy egyáltalán hogy lehet, hogy valaki egyszerre imádja az operát és a könnyű zenét. De szerintem jó zene van, meg rossz zene. És ez alapján nyilván minden érdekel. Aztán majd a végén kiderül, hogy jó vagy rossz. De talán meglepő, hogy a két alap szenvedélyem, a foci és az opera szerintem nagyon sok mindenben hasonlít egymásra. Tehát maga az élmény, amikor az ember elmegy egy nagy meccsre a stadionba, oda is felöltözünk, nyilván más típusú ruhába, de úgyis ott van az élmény, hogy nem hétköznapi viseletben megyünk. Megvan a drámája, megvan a dramaturgiája, az íve egy-egy meccsnek pont ugyanúgy, mint egy operának, és hát nyilván nem akarok nagyon messzire menő ilyen következtetéseket levonni, de hát ugyanúgy ott van a kórus, ott van a zenekar, tehát ott van a csapatmunka mind a két élmény mögött, de ott vannak az egyéni teljesítmények, amik igazán egyedivé, különlegessé tudják tenni az élményt. Úgyhogy szerintem lehet, hogy távolállónak tűnnek ezek a dolgok, de azért valahol mégiscsak összeérnek. Lehet azon vitatkozni, hogy egyáltalán létezik-e olyan, hogy magas kultúra és popkultúra. Én azt gondolom, hogy nyilván vannak olyan rétegei a kultúrának, amelyek nem feltétlenül szólnak direktben mindenkihez, de ez pont ugyanaz, mint mondjuk a divat a legjobb példa erre, hogy amire azt mondjuk, hogy első ránézésre teljesen abszurd a kifutón, soha nem venném fel, finomodik, és aztán egy-két hónap év elteltével azért valahogy csak leszivárog mondjuk a fast fashion üzletekbe is. Tehát a zenei divat ugyanez. Ugye mindig szoktuk mondani, hogy Magyarország le van maradva, van egy jó 8-10 éves késésünk. Hát ha akkora már nincs is, de azért az tényleg megfigyelhető, hogy a mainstream szintjén, tehát mondjuk a rádió játszási listájára, ami föl tud kerülni, az valahol sok évvel azelőtt az undergroundból indult. Régen talán előbb volt az újság, mondjuk ahol dolgoztál, vagy a sajtótermék, és aztán ha oda kerültél, akkor szereztél magadnak nevet. Ma nagyon sokszor azért visznek oda helyekre, mert te vagy az, aki. És ugye a közösségi média elterjedésével szerintem ez hatványozottan fontos,
hogy milyen képet, milyen, tehát mit kommunikálsz magadról, amikor elmagyarázom néha, hogy oké, hogy azt gondolod, hogy egész nap a telefonomat nyomkodom, de hogy nem lehet a szerzői Facebook oldalamra ugyanazt a tartalmat, mint amit az Instagramra felrakok, és akkor még ott van az Insta Story, amit nem lehet nem használni, és a többi, és a többi. Tehát ez azért így komoly perceket el tud venni egy ember napjából, de hát nem lehet nem csinálni, ezt gondolom ti is érzitek. Én nagyon érdekes, mert pont egy nagyon komoly ilyen önválságban vagyok, meg egy nagy vitában pont így a kommunikációs csapatunkkal, mert hogy én a személyes kommunikációmat, tehát minden, ami nekem Instagramon például nincs is, meg a Facebookomat is pont leépítem, megszüntetés alatt van. Hogy? Mert az hozzá kell tenni, hogy a társadnak van, tehát a társad kommunikációja van, de én valahogy pont azt az időt, amit szeretnék azzal tölteni, hogy én magam visszatöltődjek, hogy én a családommal legyek, a párommal legyek, és valahogy úgy érzem, hogy nem szeretnék már egyre több teret engedni, nagyon sokan meg is találnak, és valahogy már én pont azt szeretném, hogy ne találjanak meg, és az idő, ami magamban van, az nekem nagyon értékes. Nekem tudod, mi volt az életem legjobb kommentje? Pontosabban vette a fáradtságot és olvasói levélben küldte el egy koncertkritikám után, hogy akinek ilyen görbe lába van, az ne írjon kritikát. Ez nagyon megvisel lelkileg, vagy legalábbis engem nagyon. Tehát amikor egy ilyen, akár a rajongói oldalára a reszirkelnek jön egy ilyen nagyon, nem tudom, például volt egy ilyen komment egyszer, hogy vége volt a Mailand premierjének, és ilyen mindenkit bemutattunk a színpadon, az összes alkotót, meg asszisztens, mindenkit, aki dolgozott a produkcióban, és így valaki oda kommentelt, hogy milyen pofátlanság ez, hogy még az utolsó, de ilyen csicska szóval élt, hogy még az utolsó csicska is be lett mutatva a színpadon, és az artistának nem hangzott a neve. És ez tök érdekes, mert hogy soha egy színházi premiéren nem szokták bemutatni az Udvaros Dorottyát, mondjuk, hogy ő lépett fel, hiszen mindenki tudja a programfüzetből, hogy az Udvaros Dorottya ott van, de azok az emberek, akik ugye soha nem látszódnak a színpadon, őket szoktuk bemutatni, és így annyira tényleg ilyen tök megalázó volt, hogy így igen, tulajdonképpen el lehetett volna mondani, de igazából meg tökre nincs igaza. Nem és, ez akkor, a szokás. És nem ez a szokás, tehát hogy nem szokás bemutatni teljeg egyesével, akiket egy órán keresztül a színpadon nézünk, hiszen ők megismertük az arcukat, ott vannak a kinyitott programfüzetbe, és így annyira, és ha valaki érzékeny, akkor tényleg így gondolkodik, hogy tényleg igaza van, és úristen, hogy ez ennyire ilyen egoisták lettünk volna, és akkor így fejtegettük ezt, hogy akkor mi az igazság, és rájöttünk, hogy dehogy is, hát nem szoknak a színházba bemutatni a fellépőket. Akinek megvan a bohóc megjelenése, attól én viszolygok. És nem tudom egyébként, hogy ez miben gyökerezik, de az biztos, hogy voltam gyerekkoromban a klasszikus cirkuszban, és mindenki imádta a bohócokat, és én sírni szerettem volna, és menekülni. Nem tudom, hogy miért. Én megtanultam, vagyis hogy megszerettem a bohócot, de azt hiszem, hogy sokkal inkább általában ugye a bohócnak ezt a tragikus énjét szeretem, ami a Mesztelen bohóc előadásunkban benne is van, hogy maga ugye a bohócnak a halála az, ami így végigviszi a történetet. De igen, de hogy valahol már nem is érdekes maga, ott is, hogy a figura nincs annyira kifestve, de hát igen, egy megosztó személyiség. Te voltál ilyen osztálybohóca? Nem. Nem? Nem, nem, nem. Én ilyen nagyon szervező típus voltam, tehát hogy így mindig benne voltam, amikor valamit csináltunk, de általában mindig színházzal kapcsolatos dolgokban voltam benne. De nem voltam ez a szórakoztató típus. Én ilyen gyerekkoromban abszolút ez a már jegyeket gyártottam 5-6 éves koromban, elkerítettem a nappalinkat egy zsinórral, és belépőt szedtem, és cirkuszt csináltam, és színházéladásokat csináltam, kelléket gyártottam, díszletet festettem, tehát nekem ez a maga a színház már nagyon kiskoromtól kezdve valahogy ott volt, és így a családom egyáltalán nem ebből a dologból, tehát nem egy ilyen kulturális létből jön fel a család sportoló, úgyhogy nem tudom, hogy honnan. Érdekes, mert én meg képzeld el, hogy tavaly találtam apukám fiókjában egy újságot, amit 7 évesen állítottam össze, rendesen össze volt tűzve tűzőgéppel, és cikkeket gyártottam mindenféle dinoszauruszokról, meg nem tudom,
Tehát, és erre nem emlékeztem, de valószínűleg az írás, meg az újságírás, ez nekem is így megvolt gyerekkoromtól fogva. Mert én hajlamosabb voltam ilyen osztálybohóca lenni, de nem állandóan. Csak úgy voltak bizonyos időszakok, amikor, meg szerintem ilyen visszatérő gegek voltak, mondjuk a matekóra és én,